Petőfi Sándor, az apostol részlet. A szőlőszem kicsiny gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, Hány nem kell en nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belékerül évezredek, vagy tán évmilliomokba. De bizonyára meg fog érni egykor, és azután az emberek belőle világ végéig lakmározni fognak. A szőlő a napsugarak túl érik. még édes lett, hány napsugár lehelte rája élte melegét, hány százezer, hány millió napsugár. A földet is sugárok érlelik, de ezek nem a napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár. De csak a nagy lélek, s ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnók tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, amely segíti a földet megérni csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidőn megérkezik a nagy szüret, akkor én már rég lementem. Sparányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt, de életemnek a tudat erőt ad, halálomnak pedig megnyugó vást, hogy én is, én is egy sugár vagyok. Munkára hát. Föl a munkára, lelkem. Ne egy nap, egy perc elveszítve. Nagy a föladat. Az idő röpül, és az élet rövid. Mi célja a világnak? Boldogság. És erre eszköz? A szabadság. Szabadságért kell küzdenem, mint küztek érte oly sokan, és hogyha kell, elvérzenem, mint elvérzettek oly sokan. Fogadjatok, ti szabadságvitézek! Fogadjatok szent sorotok közé, zászlótokhoz hűséget esküszöm. S ha, hogy véremben lesz egy pár tütő csepp, azt, kifeccentem belőlem, ha bár szívemnek közepén lesz is.